Az őrsülfalui kultúrház már évek óta elhanyagolt állapotban van, ám összefogással sikerült kicsinosítani, szebbé tenni az épület belső tereit. A napokban már bált is rendeztek itt. Fontos dolognak tartom, hogy a város gondoskodjon a saját tulajdonban lévő ingatlanjairól, épületeiről. Sajnos nagyon sok ezek közül elhanyagolt állapotban van. Különösen jellemző ez a külterületekre is, például Kavára vagy Őrsújfalura, mint az itt látható kultúrház, ugye az eleje postaként működik. Az elmúlt években nem csak elhanyagolt állapotban volt, hanem a vagyonjog is rendezetlen volt ezzel kapcsolatosan, ami azért különösen fontos, vagy azért nagy akadály, mivel a pályázati pénzek befogadására se volt így igazán alkalmas. Ebben a kultúrházban egy nagyon fontos közösségi élet zajlik, és méltatlan volt az a körülmény, ahogy itt dolgoztak. Ezért próbáltuk bevonni a közhasznú munkásainkat, hogy megadjuk azt a kezdőlökést, azt az első lépést megtegyük, hogy beinduljon valami, ami a körülményeket jelentősen javítja. Azt gondolom, hogy ez annyiba volt sikeres, hogy ahhoz a kezdeményezéshez aztán sokan csatlakoztak. Az itt dolgozó Észszínház részéről megjelentek az ajánlások. Ennek köszönhetően lényegében a őrévükön további szponzorok érkeztek. Ennek köszönhetően lesznek az ablakok, az oldalsó ajtó cseréve, későbbiekben a parkette is cserélésre kerül. Az itteni őrsülfalui képviselőnek, Rajkó Ferencnek köszönhetően is például beindultak olyan folyamatok, ami például a vagyonnak a tisztázása, a tulajdonviszonynak a tisztázásában fontos előrelépés lehet. A város részéről annyit tudtunk megtenni, ami egy nagyon fontos kezdeményezés részünkről, hogy közhasznú munkásokkal, lényegében azt jelenti, hogy állami támogatásból nagyrészt finanszírozott munkaerővel, szakképzett munkaerővel, lényegében anyagáron meg tudtuk a körülményeket változtatni. Most, hogy itt vagyunk ebben az új teremben, azt hiszem, hogy nehéz is elképzelni azt az áldatlan állapotot, ami itt volt. Itt már látható a változás, érdemes összehasonlítani a korábbi és a mostani állapotot, és azt szeretnénk, hogy ez a munka folytatódjon, és a külterületeken, mint például Őrsújfalon is egy olyan közösségi élet indulhasson, folytatódhasson, inkább így mondanám, ami meghatározó lesz, és ez a terület is gyarapodhasson a jövőben.